Én is köszöntök akkor mindenkit. Tehát dr. Tápai Mária vagyok. Engedjék meg, hogy azt a részemet, hogy gyárilag én többek között korbancnak is vagyok, de ezt most pusztán csak azért emelem ki, hogy higgyék el, hogy elég sok testet láttam belülről, és úgy gondolom, hogy talán ez a rész akkor így eléggé hitelessé tesz engem az ügyben, hogy most ide kiállhatok önök elé. Egy érdekes cím, hogy vajon felelősséget tudunk-e vállalni a saját egészségünkért. Erről kellene nekem 10 percben értelmes dolgokat mondani. Az előttem lévő szájából már hallották ezt, hogy felelősséget vállalni a saját egészségünkért, ugye? És aztán én elkezdtem ezen gondolkodni, hogy egyáltalán tudjuk, hogy mi az, hogy felelősséget vállalni? Belegondoltak már ezzel? A napjainkban, ha csak egy kicsit a médiában belenézzünk, akkor is miről van szó. Valami történik, és akkor utólag mit keresünk? Felelőst keresünk. Találkoztunk ugye ilyennel már, felelőst keresni. És aztán vagy megtalálják, vagy nem találják meg, és akkor mi történik? A baj már megtörtént, a felelős meg ott van, kész. De, ne, de igazából, hogy érzik ezt, hogy mi az, amikor azt mondja valaki, hogy igen, itt a doktornő is mondta, hogy felelősséget vállalok az egészségemért. Az mit jelent? Azt, hogy ki vagyok szolgáltatva, és majd történik velem valami? Mert körülbelül eddig jutottunk el az elmúlt 20 év alatt, ha belegondolunk az életünkbe. Vagy azt mondjuk, hogy nem, én felelősséget vállalok az egészségemért, most maradjunk ebben a témában, akkor az mit jelent? Az, hogy én teszek valamit, és mindenki erről beszélt, hogy gyertek el, nézzük meg, csináljuk meg, hogy valami történjen, ugye? Ez egy felelősségvállalás, hogy én vagyok az ok, én csinálok valamit a magam érdekében, azért, hogy az jó legyen. És ne érezzem magam szorongva, depressziósnak, hogy ki vagyok szolgáltatva valaminek. Mert akkor nem az azt jelenti, hogy nem én vállaltam felelősséget az egészségemért. Mit gondolnak az az ember, vagy az a kismama, hogy egy példát nézzünk, aki ott van a szülészeti nőgyógyászati klinika udvarán és szívja a cigarettát, az vajon felelősséget vállalt-e a saját egészségéért, vagy ne találtán a születendő gyerek egészségéért felelősséget vállalt? Nem. Meg lehetne kérdezni tőle. Vagy, hogy látják azt a kérdést, az az ember, akinek mondjuk ilyen nagyon erős gyulladásos ízületi problémái vannak, vagy egy kiterjedt pikkely sömöre van, tudják, tehát amelyik ilyen piros, viszke, fejbőr, minden, és kap egy, mondjuk úgy, hogy biológiai terápiának hívják, ez havonta 250 000 forint, tényleg a gyógyszerek közül az egyik, amelyikkel csodákat is láttam, és akkor egyszerűen csak annyit kérnek tőle, hogy drágám, de már ne legyen szíves, Józsi, a cigarettát, mert az sajnos ezeket a tüneteket fokozza, és akkor tovább cigizik, majd azt mondja, hogy hát valahogy nem hat ez a terápia nekem, és az orvos a hibás, és akkor oda megy és kérek egy másikat. Pedig ez havonta 250 000 forintba kerül az államnak. Akkor ez a Józsi felelősséget vállal az egészségéért? Hogy látják ezt önök? Oké. És hogy látják azt a kérdést, hogyha már felelősségvállalás, hogy ezt utólag lehet azt mondani, hogy te voltál a felelős? Vagy te voltál a felelős? Vagy, bocsi, ott van egy ismerősöm, egy hölgy Kecskeméten vállalkozó, 80-an dolgoznak a cégében, volt már egy kis sztrókja, tehát ilyen agyi történése, volt már egy infarktusa, de ő továbbra is halt, mint az állat, mert neki 80 ember van a cégében. Önök szerint ő felelősséget vállal a saját egészségéért? Vagy? Félegyházán van egy ismerős, idősebb férfi, kb. Akkora, mint én vagyok, van rajta 30 kiló fölösleg, értelemszerűen a térdei elkoptak, nagyon fáj, nehezen megy, de imádnak enni, disznóvágással foglalkoznak, és megtudtam, hogy hárman az ebédnél 26 szelet rántott húst esznek. És amikor az orvos azt mondja, hogy oké, okay, ki lehetne cserélni, protkót be lehetne ültetni, tehát protézist, hogy az ne fájjon, de ez le kellene fogyni 30 kilót, De hát én mind értem én ezt az egészet, de nincs nekem időm arra, hogy én elmenjek mozogni, meg az a rántott hús azért az nagyon finom. Na most ez az ember felelősséget vállal az egészségéért? Hogy látják? Egyáltalán tudják, hogy mit jelentene
nekik az, hogy felelősséget vállalni, hogy akkor az miben nyilvánulna meg? Mert szerintem itt is van egy kis probléma, hogy utólag nem lehet felelősséget vállalni. Utólag nem mondhatom azt, hogy te voltál a felelős. Felelősséget vállalni csak előre lehet. Azt, hogy én azt mondom, hogy igen, elmegyek tornázni azért, hogy mit tudom én, jobb legyen az energiaáramlásom. Ezt előre tudom mondani. Akkor előre vállalhatok csak felelősséget. És hogy lehet az, hogy egy vállalatnál azt mondják, hogy hát a főnök a mit tudom, 80%-ban felel a dolgokért, ugye? Önt 30, az ott a munkás az meg 10%. Önök szerint ez működik? Felelősséget vállalni így nem lehet. Mi az, hogy felé 50%-ban vagy te felelsz, 50%-ban meg én, azért, hogy itt valami jól sikerüljön például? Nem. 100%. Felelősséget vállalni vagy vállalok 100%-ban, vagy nem vállalok. Olyan nincs, hogy csak részben vállalok felelősséget. De hogy tudok 100%-ban felelősséget vállalni az egészségemért? Úgy, hogy tudom, hogy mi az, mit jelent az. Mert lehet, hogy az a kismamának elmagyarázta volna valaki, vagy megmutatta volna neki valaki, hogy akkor mi lesz azzal a retardált gyerekkel, azzal a satnya kisgyerekkel, aki ott megszületik. Vagy ha lehet, hogy megmutatták volna ennek a vállalkozó nőnek, hogy a papírokon kívül ez, meg ez, meg ez, meg ez van, akkor lehet, hogy ott vannak az adatok, ami alapján azt tudja mondani, hogy aha, most már értem, és akkor felelősséget tudok vállalni. Mert ha nem, nincsenek adatok, nincsenek információk, és ezért ülünk most itt, és ezért vállaltam én is azt, hogy ide kiállok, akkor attól az embertől nem várható el, hogy felelősséget vállaljon. Egyikünktől sem várható el, hogy felelősséget vállaljon. Az más kérdés, hogy nagyon óvatosan kell kezelni az adatokat is, hiszen annyi hamis adattal élünk együtt. Belegondoltak már? Hogy biztos, hogy minden információ, biztos, hogy mindegyik igaz, amit nekünk elmondanak? Hogy csak egy csúsztatást mondja. A folyadékfogyasztás. Hogy mennyi folyadékot illik fogyasztanunk például. Ez is a vízbiznisz. Utána mentem, mert azt mondtam, hogy valami nem oké. Ugyanúgy, mint ahogy ezzel a felelősségvállalás témakörével is utána mentem, hogy rakjuk már rendbe egy kicsit, hogy mi ez, hogy felelősséget vállalni az egészségünkért. Szóval ez is egy hamis adat, amivel mi együtt élünk. Úgyhogy ebből is érdemes egy kicsit önöknek majd bogarászni, hogy tisztában és jobban és helyesebben tudjanak dönteni, mert ez is az egészség része, hogy mennyi folyadékot kellene fogyasztanunk igazából. Oké? Szóval felelősséget vállalni csak előre lehet. Felelősséget vállalni az egészségünkért csak 100%-ban lehet. És felelősséget vállalni csak úgy tudunk, hogyha megfelelő adatok birtokában vagyunk. Az, hogy felelősséget vállalunk az egészségünkért, az mit jelent? Megnyilvánulhat az egészségmegőrzésben. Mit jelent az egészségmegőrzés? Hát azt jelenti, hogy amilyen állapotban én most vagyok, és ezzel lényegében meg vagyok elégedve, akkor törekszem arra, hogy az ne romoljon. Vagy azt is jelenti az egészségmegőrzés, hogy mit mondtak, hogy energikusabb legyek, nagyobb legyen a vitalitásom, az életkedvem, a hangulatom, a fittségem. Mit jelent az egészségmegőrzés? Azt is jelentheti, hogy egy komplexen jól érzem magam, vagy netalántán lassíthatom az öregedési folyamataimat. Ez mind-mind ebbe a kategóriába tartozik, felelősséggel. Vagy van, aki azt mondja, hogy ó, ezt elszúrtam idáig, erre én idáig nem gondoltam. Hát az is felelősséget vállalhat, hiszen sohasem késő. Csak az már azt mondja, hogy bocs, visszaút az egészséghez. Én már ebben próbálok valamifajta felelősséget vállalni. Oké? Hát, hogy ezt hogy tudjuk megcsinálni? Itt már rengeteg példát mondtak. Én azt az oldalt képviselem, hogy az étrendkiegészítő területe is ide tartozik. Miért kell étrendkiegészítőket fogyasztanunk? Ezt a szót használom most már, hogy kell. Ezt, és azért, mert eljutottunk oda, hogy tudják, az a föld, az a levegő, az a víz, az az élelmiszeripar, vagy netalántán az a radioaktív sugárzás. Ja, ezzel kapcsolatban is hamis adatok keringenek a levegőben. Ennek is utána mentem, tehát csak egy hamis adatközlés, hogy átváltsunk az elménkben.
hogy radioaktív sugárzás, jelenleg olyan ember, vagy olyan élőlény nincs a Földön, aki ne kapott ma volna már radioaktív sugárzást. És hogy a hamis adat az, hogy nem létezik az a szint, hogy az egészségre még nem ártalmas szint. Oké? Okay? Szóval, étrendkiegészítőket tehát azért kell fogyasztanunk, sajnos, mert idáig eljutottunk, amit itt megbeszéltünk, itt belőtt a néhány mondat alatt, és hogy akkor mégis hogyan fogyasszuk ezeket, vagy miért is? Hát azért meg kajálni kajálunk, mennyiségileg nincsen semmi gond, ugye? De ezekkel a problémákkal, amiket most én csak per tangentem érintőlegesen megemlítettem, ezekkel eljutottunk odáig, hogy sejtszintű hiányunk van. Tehát mennyiséget beviszünk, mert jól lakunk, meg isteni finomak, hiszen ez a lényeg az élelmiszeriparnak, oké? Okay? De nincs ott a tápérték, ami kell a sejtemnek, az anatómiának, hogy ne kerüljön a tápai kezek közé a pontasztalon. Ennyi. Okay. És ez, hogyha ez mi bennünk, ez ide, itt ez a lényeg az étrendkiegészítőknek, hogy ezt viszem be. A nyomelemet, a vitamin, a fehérjét, az ásványi anyagokat, mert ezt nem tudjuk bevinni a kajáinkat. Sajnos. De hát ezért vagyunk itt, és akkor hamarosan bízom benne, hogyha 20 év alatt idáig lenyomtak bennünket a spirállal, hát akkor most itt mi hamarosan visszamegyünk, legalább arra a szintre, amire jó volt. Tehát magyarul az étrendkiegészítőknek ez a célja, hogy a sejtszintű táplálkozási hiányunkat megszüntessük. Ez kell a sejtnek anatómiailag. És ha ezt megcsináltuk, akkor jönnek az, hogy igen, a szervezet öngyógyító mechanizmusait bekapcsoltam, segítettem, támogattam, és akkor majd teszi a dolgát, és akkor azt fogjuk mondani, hogy gyerekek, nem érzek semmit. Hát akkor nagyon örülök neki, mert az azt jelenti, hogy jól van, mert nem fáj semmije. Ez a lényege az étrendkiegészítőnek. Melyiket válasszuk? Hiszen rengeteg nagyon jó és klassz minőség étrendkiegészítő létezik. Én a sok közül a másikra, ha mennék vissza Csaba, a TS-t választottam, 8. éve tettem ide a lojalitásomat. Pontosan azért, a másikat, ha lehet, mert ez egy a kínai egészségfilozófiát használja fel. És ebben már itt kaptunk bepillantást az itt kint ülő kollégák, vagy éppen a Tóth Zoli kapcsán is, hogy miért pont a kínai egészségfilozófia. Mit mond a kínai egészségfilozófia? Azt mondja, hogy oké, vagy egyensúlyban vagy, vagy alulműködsz, vagy túlműködsz. Ők így fogalmaznak. És ezt én úgy éreztem, hogy amiről itt egész nap szó van, ebben teljesen belepasszol ez a kép. Menj kicsit tovább. És ahogy ők is mondják, én ugye az anatómiai oldalról, ha bennünk jól kering a vér, akkor egészségesek vagyunk abból a szempontból, mert a szerveink kapnak ellátást. Oké. Okay. Aztán, hogyha valahol megakad, akkor kaptunk egy agyvérzést, egy sztrókot, egy infarktust, vagy mit tudom én, bármit, egy mélyvénás trombózist. Na, hát most ugyanez, a kínai meg azt mondja itt a többi kollégával együtt, hogy igen, itt áthat mindenkit valami életenergia, amit mi csínek nevezünk a kínaiaknál, és ennek az áramlásában segítenek. A kínai ezt a gondolatmenetet, ahogy ott látják a kivetítve, egy rendszerbe rakta bele, és ezt úgy hívják, hogy az öt elem tana. Biztos hallottak, de most nincs időm belemenni, de annyit mindenféleképpen kérek önöktől, hogy nézzenek arra a kis gombócokra, és az zöld, tehát különböző energiák egymásba átalakulnak, tehát mi is itt egymás között szimpatikusak vagyunk egymásnak, segítünk egymásnak, vagy összeveszünk egymással. Tehát ez ugyanígy működik energia szinten is. Oké? Okay? És ezt mutatja ez az öt elem tan, ami például mennyire passzol nálunk, hogy a zöld, az a faelem, ezekről hallottak, van a tűzelem, a piros, van az a nyár, a sárga, a földelem, a nyárutó, a fehér, a fémelem, az ősz, a fekete, a vízelem és a tél. Hogy ez mennyire bepasszol, tovább vitte a rendszer, ez egy teljes globális rendszer, ami most itt az egészségmegőrzés szempontjából, ahogy láthatják a körökben, szervek vannak. És a kínai megvizsgálta azt, hogy bizonyos szerveink normális körülmények között egymásnak segítenek, azért vannak ott összekapcsolva, hiszen ha ez nem összehangolt működés lenne, akkor most itt
magunk alá pisilnánk, kiesne a szemünk, stb. Ugye? Tehát mind ezt így meg tudjuk valósítani. De a kínai azt is mondja még, hogy amennyiben állj rá erre az egészség körére. Tehát hogy azt mondod, hogy annyi bajom van már, hogy már nem tudok mit csinálni, akkor ő azt mondja, hogy állj rá erre az egészség körére, és minden évszaknak megfelelően támogass meg az adott szerveket, éppen kiegészítőkkel, és most én itt ugye ezt a kínai éppen kiegészítőket képviselem, tehát most a kliens termékeivel. Vagy azt mondja, hogy oké, én jól vagyok, és az egészség megőrzésre törekszem, mondd meg, hogy mit tehetek. Na ennek érdekében, hogy mondd meg, hogy mit tehetek abban a segítségben, akkor el lehet addig jutni, hogyha most önöknek azt mondják, hogy igen, most már tisztában vagyunk azzal, hogy mi az, hogy felelősséget vállalni az egészségünkért. Ha önöknek szimpatikus egy ilyen kínai egészségfilozófia, vagy ha önök azt mondják, hogy szeretnének ugyanilyen módon, mint ahogy én is itt kiállok, és egy jobbító szándékkal segíteni másoknak, akkor szeretettel látjuk önöket itt kint a TN standon, és azért beszélek többes számba, mert van a kolléganőm Sándorné Kati, aki a gyerekekben specialista itt az elmúlt évek alatt, de van másik kolléganőm dr. Katon Ágnes, és én magam is jelen vagyok dr. Tápai Mária, és arra kérjük önöket, hogy akkor ott töltsenek ki abban az esetben, hogyha egyetértenek velünk, és szimpatikus ez a történet, töltsenek ki nekünk egy kérdőívet, erre vonatkozóan, amit itt beszélgettünk ezzel a pár perc alatt, és ez, és közben, amíg ezt töltögetik, addig mit kapnak cserébe? Mosolyt kapnak tőlünk, figyelmet kapnak tőlünk egy kicsit, de a tisztességes csere értelmében kapni fognak egy olyan ajándékkupon, aminek arra fogja önöket feljogosítani, hogy személyre szabottan meg tudjuk nézni azt, hogy amíg hogy önök közül ki milyen egészségügyi problémára hajlamosabb jobban, mondjuk mint én, vagy a szomszédasszonyuk. Hogyha ez pedig érdekli önöket, akkor ezt meg tudjuk tenni. Okay? Így most már adatot tudunk adni önöknek a kezébe arra, hogy na akkor mire érdemes odafigyelni. Ez is egy segítési fajta, egy lehetőség arra, hogy ilyen termékek személyessé válnak, az önök személyes támogatóivá tudnak válni, nem pedig egy általános fogyasztásról lenne szó. Köszönöm szépen, így most már akkor adatokhoz jutottak, bízom benne, hogy segíteni tudunk abban, hogy felelősséget tudnak vállalni előre az egészségükért.